Terézino konferencia az 5-ös 10-ben. Őszi sokadalom kézi vásárhelyen. Elmaradt koncert a Hunyadi téren. Koprali 2013. Köszöntöm nézőinket! 2013. szeptember 16-a van. Én Kardos Imre Milán vagyok, önök pedig a Terézvárosi Híradót látják. Nézzük híreinket! Szemléletformálás és network építés a művészet pedagógia eszközeivel címmel tartott szakmai konferenciát a Terézino az 5-ös 10 közösségi és kulturális színtérben. A Terézino a márciusi konferencia után most múzeum és iskolai pedagógusokkal kibővülve tartott szakmai konferenciát a művészet pedagógiával kapcsolatban. Természetesen változatlanul ugye ilyenkor az ember képzőművészeti szíve megszólal, hogy ott a végén egy olyan alkotássort látunk, ami a kreativitásnak ezt az ágát is megmutatja a gyerekeknek, vagy már felnőtt korúaknak is. Ez a két évtized önmagában eredményként és tettként van jelen az önkormányzat közösségünk életében, azonban mindannyian tudjuk, hogy esetünkben ennél jóval többről van szó. A fenntartásunkban működő értelmi fogyatékosok otthona valóságos referenciaintézmény a honi, sőt, talán a nemzetközi palettán is. Az INO vezetője Matyasovszky Zsófia szaktudásának köszönhetően immár 17. éve a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület tanácsadójaként tevékenykedik, és feltehetően közismert az a művészeti nevelésre alapozott integrációs metodika is, amelynek segítségével a gondozott fiatalokat eljutatja oda, hogy a bennük rejlő kreativitást, egyéniséget és együttműködési képességet bemutathassák és kifejezhessék. A fogyatékos emberek világa nehezen érthető és emészthető a hétköznapi emberek számára. Sokakban félelmet kelt, esetleg visszariadást, és hát ezt nagyon különféleképpen szokták az emberek megfogalmazni, vagy hát megmutatni nekünk. És én úgy gondoltam, hogy ez a fehér-fekete képekkel mutatott szociológiai valóság, ez nem fog segíteni ezen a témán, a közeledésen, és úgy gondoltam, hogy mindenféleképpen azt kellene megmutatni, hogy ez egy nem annyira szomorú világ, ők is nagyon sok mindent tudnak, és olyan dolgokat is tudnak csinálni, ami örömet jelent mások számára, és hogy talán ezt kellene inkább mutogatni. Na most ebből az én törekvésemből alakult végül is az, hogy most már egy országos szervezetben is dolgozhatom ugyanezen a témán, ott hasonló felfogású emberekkel lehetek együtt, és nagyon-nagyon sikeres rendezvényeink vannak. A további tervek között szerepel a Terézino születésnapja alkalmából egy egésznapos programsorozat, ahol a magyar és a külföldi projekt kerül majd bemutatásra a Németországból érkező zenepedagógus professzor előadásában. A cél a közelítés és a szemléletformálás. 90-es évek elején végeztem a pszichológián. A hagyományokhoz híven ez évben is megtartotta éves város ünnepét Terézváros testvér települése kézdi vásárhely. Az őszi sokadalom elnevezésű ötnapos rendezvényen az idén 130 kézműves és kistermelő kínálta portékáját a város központját jelentő Gábor Áron téren. Az értékszület jegyében szervezett kulturális fesztiválon bemutatkoztak a város tehetséges zenei és színházi előadói, többek között László Attila, a Macskakő diák színjátszó csoport, illetve felléptek a Pribojszki Mátyás Band, a Kistehén zenekar, a Piramis együttes, Nagy Feró és a Beatrice, Szulák Andrea és a Hooligans. A kora őszi sokadalmat vasárnap éjjel muzsikával kísért lézershow és tűzijáték búcsúztatta.
A Bartók Konzi jazz tanszakának fiatal tehetségei a nyár folyamán már fellépői voltak a Tér Zene Zene Tér programsorozatnak. Most újabb zeneszámokkal készültek a zene szerető közönségnek, de a zord esős időjárás miatt produkciójukra nem került sor. A Hunyadi tér hónapok óta minden szombat délelőtt benépesedik, és a zenéjé a főszerep. Ez alkalommal viszont az esős időjárás meghiúsította a tervezett koncertet. Esős délelőttet kívánunk mindenkinek! Én Eszes Viki vagyok, a Bartók Konziba töltöttem eddig 3 évet, most végzős vagyok, ez lesz az utolsó évem, remélem le tudok érettségizni. A zongorista, aki játszott volna, ő Berkó Gábor, ő a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen tanul, és még itt volt Varga Zita, illetve itt van, még mindig, és ő is a Bartók Konziba jár OKE képzésre, jazz énektanszakra. Felléptünk volna, de elmarad az eső miatt sajnos, de hát majd jövőre. Az idősek világnapja alkalmából ingyenes színházi előadást szervez a Terézvárosi Önkormányzat és a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit ZRT a 6. kerületi nyugdíjasok számára. Terézváros szépkorúi az Oscar című vígjátékot tekinthetik meg 2 felvonásban, szeptember 30-án, hétfőn, 15 órakor a Hadárt Művészeti Társulás előadásában. Nyolcadik alkalommal startoltak el a Coop Rally versenyzői Dunaharasztiból szeptember 12-én. A 2 napos szakmai túra célja, hogy az üzletlánc szakmai partnereivel együtt népszerűsítse a minőségi hazai termékeket. Az idei Coop Rallyn dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter személyesen is erősítette a mezőnyt. A kelet-magyarországi régió meghatározó gyártóit meglátogatva, az idei rendezvény újításaként egy szakmai kerekasztal beszélgetést rendeztek a versenyen résztvevő szakemberekkel. A magyar termékek népszerűsítése a rally célja, igazából ez nekünk munka is, hobbi is, kötelesség is, és örülök annak, hogy ezek a dolgok most egybe esnek, hiszen termelőket, feldolgozókat látogatunk végig, egyúttal a vidéki tájban is teszünk egy jelentős kört. Szakmai konferencia is lesz, és a sajtót is tájékoztatjuk arról a közvéleményt, hogy milyen értékes és finom magyar élelmiszerek készülnek. A Coop Hungary ZRT 2006-ban indított hagyományteremtő kezdeményezéséről, az idei verseny érdekességeiről, és hogy hogyan lehet megnyerni a díjat, Csepeli Lajos tájékoztatott bennünket. Így szabályosan kell vezetni, tehát ez nem egy olyan autóverseny, mint a Forma 1, vagy sorolhat még nagyon sokat mást, hogy itt a sebesség, nem, be kell tartani a szabályokat. Erre nyilván megvan egy pontos forgatókönyv, hogy hova, hány órakor, hogyan kell odaérkezni. A másik dolog pedig az, hogy a helyszíneken játékos vetélkedőkön kell részt venni, és harmadik pedig, hogy ismerni kell ezeket az üzemeket, tehát egy tesztet is ki kell tölteni. A Coop Rally indító helyszíne ismét Dunaharasztin, a Coca-Cola. Egy kis város és egy multinacionális cég együttműködéséről kérdeztük Kerekes Lászlót, a Coca-Cola kereskedelmi igazgatóját. Coop Rally kiinduló pontjának, és azt hiszünk benne, hogy ez nem lehet véletlen. A cégünk elkötelezett a magyar beszállítók arányának a növelésében, és büszkék vagyunk arra, hogy a közel 40 féle termék, amit előállítunk, ennek a 90%-a Magyarországon készül, és a gyártáshoz használt alapanyagok több mint 2/3 az Magyarországról származik. Önök a Terézvárosi Híradót látták, én köszönöm a figyelmüket, maradjanak velünk, mert nem sokára folytatódik műsorunk. Írjanak nekünk, vagy hívjanak minket a képernyőn látható telefonszámon és e-mail címen. Viszontlátásra!